Új osztályban, új csapattal és átalakult, pontosabban alakuló háttérrel készül az NB1B keleti csoportjára nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Sitkó Ernő szakmai igazgatóként és ügyvezetőként, Siska János pedig vezetőedzőként dolgozik a kékszápák sikeréért. A szezont felvezető sajtótájékoztatón kiderült, hogy a sportág első két osztályát tekintve egyedülálló módon csak saját nevelésű játékosok alkotják a keretet. Hozzájuk csatlakozik még egy külföldi kosaras, de a vezetőknek nem csak a pályán történtekre kell figyelniük. A csapat hátterének is teljesen új alapokat kell kapnia. Azon dolgozunk, hogy olyan támogatói kört tudjunk kialakítani, akik meg tudják teremteni ezt a biztonságos alapot, ami alapján működhet a csapat, és elindulhatunk újra annak irányába, hogy visszakerüljünk az A csoportba. Természetesen a végső cél a munkánknak, a végső célja mindenképpen az, mi is a legjobbak között szeretnénk szerepelni, és úgy gondolom, hogy Nyíregyháza város alkalmas is arra, hogy A csoportos kosárlabda csapatnak adjon otthont. Ehhez a feltételeket meg kell teremteni, úgy az anyagi háttérfeltételeket, mint a játékos feltételeket. Nem lesz egy rövid folyamat, de nagyon örülnék annak, hogyha minél kevesebb időt venne igénybe. A csapat rangidős játékosára, Nagy Krisztiánra is több feladat hárul a korábban megszokottnál. Mindig nehezebb, rutintalanabb vagy fiatalabb játékosokkal együtt dolgozni, hiszen ők még nem annyira felkészültek mentálisan, és inkább ez a mentális megterhelés jelent nekik nagyobb problémát. Busz Ivánnal karöltve próbálunk nekik ebben segíteni, hogy hogyan tudnak teljesen koncentrálni edzéseken, illetve majd a mérkőzéseken, és próbálunk egy olyan csapat kohéziót, illetve egy csapatszellemet kialakítani, amiben mindenki jól érzi magát, nem kell, hogy görcsöljön, és tudja teljesíteni azt, amit tőle elvárnak. A 17 esztendős Fazekas Csaba a B-csoportos Európa-bajnokságot követően a megkeresések ellenére maradt nevelőklubjánál. A tavalyi évben nagyon jó felkészülést kaphattam Sitka Ernőtől és Siska Jánostól. Szerintem ezért is kerülhettem be idén az U18-as válogatottba, és szerintem más csapatoknál ezt a felkészülést nem biztos, hogy meg tudnám kapni. És ugyebár nagyon jó körülmények lesznek itt Nyíregyházán, és ezért szeretnék itt maradni és segíteni a csapatot. A Nyíregyháza Blue Sharks kedden Egerben játssza első edzőmeccsét, majd pénteken a román első osztályban szereplő Nagybányát fogadják a Bemiskolában Nagy Krisztiánék.